Kedves nézőink, Önök a Pápa Városi Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kormány tavaly nyáron tett ígéretet arra, hogy a gazdaság növekedésének függvényében 2022-ben személyi jövedelemadó visszatérítésben részesíti a gyermeket nevelő családokat. Ez a folyamat február második hetében meg is kezdődött, lehetőséget teremtve családok százezreinek, hogy ezt a pénzt családjuk helyzetének még jobb átételére használják. Az első napok tapasztalatairól tartott ma sajtótájékoztatót dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Izsa Dávidné egy 4 gyermekes édesanya. Mivel jelenleg a gazdaság növekedése meghaladja a 7%-ot, és folyamatosan nő a foglalkoztatottság is, minden feltétel adott, hogy a családi adó visszatérítést megkezdje a kormány. 2010-hez képest több mint 1 millióan dolgoznak. Ez megalapozta azt a 610 milliárdos visszatérítést, amit a családok kaptak vissza, összesen 1,9 millió, csak nem 2 millió ember. Ezzel ismeri el a kormány a munka mellett gyermeket nevelő családoknak az erőfeszítéseit. Izsa Dávidné 4 gyermekes édesanya, így neki már adóznia sem kell az élete végéig, de férje élhetett a jelentős adó visszatérítéssel. Nem gondoltam volna soha, hogy ekkora támogatást fog nyújtani a jelenlegi kormány család támogatási politikája, és úgy gondolom, hogy ez nagy segítséget és motivációt nyújt mindazoknak is, akik jelen pillanatban családot terveznek, illetve abban is nagy segítséget nyújt, hogy nagyobb családban gondolkozzanak. Dr. Kovács Zoltán megerősítette, hogy a kormány folyamatosan fejleszteni akarja a gyermekeket nevelő családok támogatását. Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámainak megfékezése érdekében január után, februárban is minden héten oltási akció van a kórházakban és a kijelölt szakrendelőkben. Az akció csütörtöktől szombatig tart ezen a héten is. A pápai kórházban is várják az oltakozókat, az idén már 3500-nál többen kérték a vakcinát. Csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton 10 és 18 óra között, időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Az akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják, az oltakozók 5 vakcina közül választhatnak. Holnaptól tehát a Gróf Eszterházi Kórházban is előzetes regisztráció nélkül lehet felvenni az oltást, de más napokon időpontfoglalással is lehet kérni a vakcinát. Az idei évben egyébként a pápai kórházban eddig összesen 3561 oltást adtak be. Ennek legnagyobb része több mint 2000 harmadik oltás volt, de első oltásra is több mint 400-an jelentkeztek, a negyedik oltást pedig 614-en kérték. Ülésezett a két pápai nemzetiségi önkormányzat. Mindkét testület elfogadta a 2022. évi költségvetésről szóló határozatot. Egyelőre a támogatás és a tavalyi maradvány összeg áll rendelkezésükre, a programok szervezéséhez várják még a pályázatok elbírálását. A pápai német nemzetiségi önkormányzat egyelőre a tavalyi maradvány összegből és az idei támogatásból gazdálkodik. A tavalyi feladatalapú támogatásból 1 millió 700 ezer forint maradt meg, ehhez jön az 1 millió 40 ezer forintos működési támogatás. Emellett már megérkezett a tájékoztatás a beadott pályázatokról. A hagyományos szép kiejtési verseny, nemzetiségi nap és a téli ünnepkör rendezvénysorozata kapott támogatást, a filmkészítés viszont nem. Ami egy 1,5 millió forintos pályázat, de sajnos forráshiány miatt azt elutasították, úgyhogy arra nem kaptunk semmit. A szép kiejtési versenyre 200 000 forintot kaptunk, a nemzetiségi napra 400 000 forintot, illetve a téli ünnepkörre 300 000 forintot. Pillerné Fódi Ilona elnök elmondta, hogy a pápai német nemzetiségi oktatást népszerűsítő kisfilmet saját forrásból fogják finanszírozni. A PNNÖ legközelebbi programja a szép kiejtési verseny lesz, ezt amennyiben a vírushelyzet engedi, személyes részvétellel szervezik meg. A pápavárosi cigány nemzetiségi önkormányzat is a működési civil támogatásból és az előző évi maradványból gazdálkodhat egyenlőre. 940 ezer forint maradt meg tavalyról, és most 1 millió 40 ezer forintot kaptunk támogatást,
és hát pontosan még ezután jönnek majd a pályázatok, hogy nyertünk, nem nyertünk, és az szerint fogjuk meghatározni majd a későbbiekben a teljes felosztását a pénznek. A PVCNU elnöke reméli, hogy a gyerekek nyári táborozásához sikerül támogatást szerezni, valamint a tavaly elmaradt ki mit tudott is szeretnék pótolni. Az előző tanév digitális munkarendje alatt a Református Gimnázium képzőművészet és növendékei nyertek időt az elmélyültebb alkotásra, sok szép munka született. Tanáraikkal tartották a kapcsolatot, ám a diákok saját tempójukban dolgozhattak. Alkotásaikból karanténkiállítás címmel nyílt tárlat a Refidísz termében. Én úgy érzem, de nagyon őszintén, hogy ezt a diák anyagot, ezt az online kiállítási bemutató anyagot világ bármely pontján bátran be lehetne mutatni, és mindenhol nagy elismerést kapna, annyira szépek és igényesek ezek a munkák. Mondta Kerpel Péter, a képzőművészeti tagozat vezetője. A Pápai Református Kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnáziuma diákjai is sok időt töltöttek távol az iskolától az előző tanévben, de tanáraiktól megkapták a szükséges útmutatásokat, segítséget. 36 diák karantén alkotásaiból nyílt tárlat a díszteremben. Varga Virág Laura tizedikes, neki az első évét nehezítette az online oktatás, de mint mondta, minden segítséget megkaptak, és az osztálytársakkal is tartották a kapcsolatot, segítve egymást az alkotásban. A csoporttársaimmal, szaktársaimmal mindig hívásban dolgoztunk, és így közösen így összekovácsolódtunk, viszont voltak időszakok, amikor hiába festettem, egyszerűen már nem tudtam magammal mit kezdeni. És akkor jött az, hogy kimenni a kertbe, de hát amikor rossz idő van, ugye az nehéz. Szóval nem volt egyszerű, de a festés nagyon sokat segített. A díszterem bejáratánál két kép külön helyet kapott, Lőrince Viktória és Rácz Gáspár egy-egy műve. Mindkét diák jól szerepelt a tavalyi OKTV harmadik fordulójában, s idén is bejutottak már a másodikba. A digitális oktatási rend kettősségét emelte ki Gáspár is. Az elején még nagyon örültem, hogy bekerültem, és otthon alkothatok rengeteget, és nem kell foglalkozni semmivel. És a végén, amikor már több hónapja tartott, akkor már érződött, hogy az embernek úgy nincs, ami inspirálja igazán. Szóval ez kiveszik belőle, mert otthon van az ember egyedül, és akkor az elején még tökre jelvezi, az első 2-3 hónapban folyamatosan hajnali 3-ig rajzol és fest, és akkor egy végére meg már úgy nincsenek körülött emberek, nem megy el különböző helyekre. Az előző tanévben a digitális oktatás idején készült alkotásokat bemutató tárlat nagyon különleges. Változatos technikák, színek és formák segítségével elevenednek meg a képeken a diákok gondolatai, érzései. Egyedi és valóban művészi világot tárva elénk. Kedves nézőink, következzen az időjárás jelentés. Csütörtökön naposabb és felhősebb időszakok váltják egymást, délután északnyugat felől hideg front érkezik. Több helyen alakulhat ki eső, zápor. Napközben a délnyugati szél több felé erős, néhol viharos lesz. A front előtt kora délutára 10 és 20 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a legmelegebb. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!